Az ungvári görögkatolikus tanárképzőben konzervatív keresztény értékrend alapján tanították egykor a lánytanítványokat. Jelenleg a barokk stílusú épületben felújítási munkálatok zajlanak, ugyanis annak alsó szintjét, mint egy 400 négyzetméternyi alapterületet, idén visszakapta a munkácsi görögkatolikus egyházmegye, és a tervek szerint itt lesznek majd kialakítva az ungvári görögkatolikus Teobent Líceum újabb tantermei. A kis liceumunk szempontjából jelentős alapterületről van szó, amely az építési stílusát és a belső terek kialakítását tekintve szinte teljesen azonos a püspöki rezidenciával. Sok munka vár még ránk a felújítással. A tervek szerint 8-9 tantermet fogunk itt kialakítani. Itt majd a felsőbb éves diákjaink kapnak helyet, de mindez még odébb van. A helyiségeket igyekeznek a korabeli állapotának megfelelően restaurálni. Ennek jegyében például fára cserélik a műanyag nyílászárókat. A bontás folyamata már majdnem a végéhez ért. Fából készült régi barokk stílusú nyílászárók helyreállítását tervezzük. Voltak gondok a vízelvezetéssel, amit most szintén megpróbáltunk megoldani. Reméljük, hogy sikerül visszaállítani ennek az épületnek az egykori kinézetét. Az intézmény vezetője hozzátette, hogy a képzést valamivel később tervezik megkezdeni, mint a többi ukrajnai iskolában. Európában az a gyakorlat, hogy a tanulmányi évet szeptember második vagy harmadik hetében kezdik. Úgy gondolom, hogy a felsőbb évesekkel itt is visszahozzuk ezt a gyakorlatot. Szeptember elején összegyűjtjük a gyerekeket egy-egy lelki gyakorlatra, és ezt követően kezdenek majd hozzá a tanuláshoz szeptember második felében. A helyiségeket közösen fogják használni a Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézettel. Mi a gyermekek oktatásával foglalkozunk, ők pedig a tanárok továbbképzésével. Úgy gondolom, hogy ez számukra is jó lehetőség lesz arra, hogy közelebb legyenek a gyerekekhez. Számunkra pedig jó, hogy megyénk pedagógiai mentorai közelében lehetünk. A Teobent Líceum tehát javában készül az új tanévre. Az oktatási intézmény egyúttal a társadalmi összefogás helye is lesz. Bár iskolánk görögkatolikus líceum, de tanulnak nálunk ortodox és protestáns gyerekek is. Mi mindenki előtt nyitottak vagyunk. Úgy gondolom, hogy az iskola pozitív hatással lesz az egyházak és az emberek közötti kapcsolatokra is. Ez valóban fontos. Azt szeretnénk, hogy ez a líceum a város és a közösség javát szolgálja. Ungváron most nagyon sok gyerek él. A háború miatt itt helyben nagy szükség van újabb oktatási intézményekre, de ezekből kevés nyílik manapság. Remélem, hogy példamutató iskolánk lesz. A líceum vezetője kiemelte, hogy idén összesen 150 diákkal zárta a tanévet a Teobent Líceum, viszont a szeptembertől induló új tanévben már 250 gyermekkel fogják indítani a munkát.